lett egy újabb lájkoló a Facebookon. Hónapok óta arról csiripelnek a piacon, hogy a Facebook már nem vonzó, kiszerettek belőle a felhasználók, és inkább más platformokra térnek át. Mindez azonban egészen más fényt vetít a cégre, hogyha megnézzük a negyedéves gyors jelentést, hiszen az látszik, hogy tovább tudta növelni a bevételeit a Facebook, és ráadásul az egyrészvényre eső eredmény is jócskán meghaladta a várakozásokat, 32 cent helyett 42 dollár centet elhozzáltak az elmúlt negyedében. Mindez tehát azt jelenti, hogy továbbra is dübörög a Facebook gépezete, és bár sokan pártolnak át az Instagramra vagy éppen a Twitterre, de mégis azt látjuk, hogy hirdetési felületként, főleg a mobil platformokon egyre nagyobb bevételt realizál a társaság. Nem is meglepő, hogy tegnap az zárás utáni kereskedésben több mint 5%-ot rántottak a papíron, 75 dollár fölé került a jegyzés, ez történelmi csúcsnak felel meg, és hát azt látjuk, hogy ez a vonat bizony nem áll meg, a következő negyedévben még tovább növelheti majd a hirdetési bevételét, és ebből fakadóan az egyrészt egy utóeredményt a Facebook.